Vagány, kompakt, stílusos. És nem csak pixelekből áll, hanem tényleg létezik. Ismerje meg az új Jeep Avengert, élj át a minden részletéből sugárzó szabadságot. Ideje kimozdulni és átélni, amit csak az élet nyújthat. Új 100%-ban elektromos Jeep Avenger, 400 kilométeres hatótávval. A valódi kalandokra tervezve. További információk: KB Autó Team Kft., Jeep Márka Kereskedés és Márka Szerviz, Kiskunhalas Keceli út 1923, telefon 77 422 596, www.kbautoteam.hu. Lóce Együttes, Orsova Ireni, Szinetár Dóra, Kovácsovics Fruzsina. Sok-sok helyi fellépő mellett velük is találkozhat december 3-a és 23-a között az Adventi udvarban, idén új helyen, a Városháza díszudvarán. Hangulatos karácsonyi vásárral, sok-sok finomsággal és vasárnaponként közös gyertyagyújtással hangolódhatunk az ünnepre. Nemes felajánlás, 1,5 millió forintot adományozott a Merkba UA tűzoltóknak. Szilárd is győzelem, remekül szerepeltek az országos labdarúgás történeti vetélkedőn a diákok. Karácsonyi előkészületek, nincsenek könnyű helyzetben a fenyőárusok Halason. Szebb lesz számukra az ünnep, rászoruló diákokat és családjaikat ajándékozta meg a Rotary Klub. Idén is nagy lelkű ajándékozással zárja az esztendőt a Merkbau ZRT. A kiskohalasi építőipari cég igazgatóság elnöke Knáb János a Center tárgyalóban fogadta Kristóf Andrást, a Bács-Kiskun megyei tűzoltó szövetség elnökét. Mint kiderült, idén a szervezet veheti át a Merkbau 1,5 millió forintos adományát. 4 évvel ezelőtt határoztuk azt el, hogy az évvégi ajándékozást azt tényleg nem palackboronként jelenítjük meg, hanem megpróbálunk valakit támogatni, akit abban az évben úgy ítélünk meg így. A Semmelweis kórház támogattuk, egy saját alapítványunk évfordulója alkalmából adtunk támogatást, illetve tavaly idősekre gondoltunk éppen a rezsi helyzet miatt, és hát az idén évelején alakult ki az a gondolat bennünk éppen a törökországi földrengés kapcsán, és azóta is volt sajnos néhány olyan alkalom, amikor a tűzoltókra gondoltunk, és évvégén eljutottunk addig, hogy őket tudtuk támogatni. Mint megtudtuk, az adományt a tervek szerint a kiskuhalasi tűzoltók a katasztrófavédelmi kirendeltség elhelyezési körülményeinek javítására fordítják majd. Szeretném megköszönni a Merkbau ZRT kiskunhalasi cégnek ezt a 1,5 millió forintos támogatást. Mi nagyon örülünk mindenfajta ilyen segítségnek, hiszen nagy szükségünk van rá, és örülünk neki, hiszen látjuk, hogy egy társadalom elismeri és megköszöni a munkánkat, tehát mindenfajta támogatásnak nagyon örülünk, és tényleg jó helyre kerül nálunk. Bács-Kiskun vármegyében a Tűzoltó Szövetség, az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek és az Önkormányzati Tűzoltóságok alkotják, tehát minden olyan tűzoltó szervezet, amelyik nem hivatásos, tehát csak önkéntes szervezeteket foglalkozunk. Körülbelül 40 önkéntes és 9 önkormányzati tűzoltóság tartozik hozzánk. Körülbelül a tagságunk olyan 2000-2200 fő, aki aktívan vagy segítőként támogatja, segíti a tűzoltóságok, és így a Bács-Kiskun megyei Tűzoltó Szövetség munkáját is. A 6. C művészeti osztályának kitűnő tanulója, kiemelkedő szorgalmú és érdeklődő, példamutató értékrendű diák. A Kiskunhalasi Rotary Klub tehetséges, szép eredményeket produkáló diákokat látott vendégül az adventi udvarban. Nem vagyunk új vendégei az adventi mulatságoknak. Általában ebben az időszakban szokott az megtörténni, hogy a tanulmányi eredményeik vagy sporteredményeik miatt arra hivatott gyermekeket, akiket a tagintézmények jelölnek, díjazzuk karácsony előtt valamiféle ajándékokkal. Ez idén sem történik másképp. Ami különbség az idei évben,
az az, hogy az ajándék átadást követően a Rotary Club tagtársakkal együtt itt leszünk ebben a kis házban itt mögöttem, és forralt borral, tejával fogjuk várni azokat, akik itt kihűlnek az adventi forgatagban. Úgyhogy ez a célunk, hogy a diákok megkapják ezeket az ajándékcsomagokat, meg egy picit felmelegítsük a kis kolonasi lakosokat, akik kilátogatnak hozzánk. Lehet, hogy egy új dimenziója lehet az ajándék átadásainknak, hogy gondolkozzunk azon is, hogy egy-egy ilyen díjazott gyermeknek az utóéletével egy picit többet foglalkozzunk. Mi azt tudjuk hozzátenni, és egyébként ebben nagyon jó partnereink a pedagógusok az intézményekben, hogy ezt az ajándékozást ezt megtartjuk évről évre. Simon István kollégával együtt ezek a felkérések az iskoláknak mindig kimennek. Én nagyon bízom benne, hogy híre megy minden tanintézményben annak, hogy érdemes jól tanulni, érdemes jól sportolni, mert nem csak itt, hanem az élet egyéb területén is díjazásban részesül. Mi ezt próbáljuk hozzátenni, hogy ez legyen egy konstans dolog, amire minden évben lehet számítani, hogyha valaki tesz le valamit az asztalra, akkor mi ezt valami módon honorálni is próbáljuk. A jutalmazott diákok örömmel vették át a csomagokat. Mint mondják, nagy motivációt ad ez az elismerés további tanulmányaikhoz. A közösségi munkámért úgy gondolom, hogy nagyon aktív vagyok, és eléggé hiperaktív és harsány személyiségem van. Ezzel egy domináns jelleget adok az osztálynak, és igyekszem lényegében mindenen részt venni, amin lehet, és szerintem ez volt az oka annak, hogy megkaptam az ajándékot. Szerintem ez egy szuper dolog, ez egy nagyon-nagyon jó dolog, hogy aki belead energiát, azt így ilyen módon visszakaphatjuk, viszonozni látjuk, hogy ezt teszik velünk. A Kiskunhalasi Rotary Klub eredményes hónapokon van túl, és a 2024-es év tervei is megvannak már. A Rotarynál nem úgy van, mint a rendes naftári évben, hanem június 30-ától 31-től tart egészen a következő évnek a közepéig egy Rotary év. Ezért most a fél időben azt tudom mondani, hogy rettentően gyümölcsöző, nagyon haladós, kemény és komoly munkál mögöttünk. Volt egy pici megtorpanásunk, mind ahogy mindenkinek a Covid időszak alatt, ebből sikeresen talpra álltunk, nagyszerű emberekkel vagyunk körülvések, őt hattattak ránk, nyilván görítették előrébb a klubot. Most jelen pillanatban dúskálunk a programokban, ugye most is itt vagyunk az adventi udvarban, főzünk is, át is adunk csomagot, nem sokára lesz a bálunk is, és utána pedig megint csak a báli bevételről megint csak jótékonykodni fogunk, úgyhogy nem unatkozunk, és hát a tavaszra is vannak terveink, úgy gondolom, hogy megfelelő emberek vannak körülöttünk, akik tényleg szívügyüknek tekintik a klub működését, de nagyon fontos, hogy várjuk az új tagok jelentkezését, nyitottak vagyunk, és szeretnénk, hogyha bővülnénk, és energikus emberekkel gyarapodna a csapatunk. Karácsonyra gazdára találnak a felajánlások. A Halasi Városmenedzser Nonprofit Kft. Által szervezett jótékonysági Mikulás futás a hagyományok szerint egyben adománygyűjtési akció is volt. A szervezők a beérkezett adományokat a Bernát Lajos Kollégiumnak, a Család és Gyermekjóléti Szolgálatnak, valamint a Férfi Hajléktalan Szállónak ajánlotta fel. A csomagok már kiszállításra kerültek az intézményekbe, ahol megköszönték mindenkinek a felajánlást. Elsősorban meleg ruházat, lábbelig, tartós élelmiszer és játékok kerültek a csomagokba. Jó lesz, Monikám, jó lesz. Gyönyörű, terebélyes, nagyon széles, jó lesz. Magas, igen, nagyon sűrű, jó lesz. Nagyon jó lesz. Meg is pörgetjük. A karácsonyt megelőző napokban sokan keresik fel a helyi vállalkozásokat, hogy megvásárolják tőlük az idei karácsonyfájukat. Csala Mónika azt mondja, napról napra érezhetően nő a forgalom. Karácsony megelőző hétvége a legerősebb, én azt gondolom, és ez a statisztika hozta is a hétvégén önmagát. Nagyon-nagyon sokan voltak szerencsére, de ezt hozzá kell tennünk azt, hogy a december 1-én kezdtük mi a fenyőt árusítani. 4 napunk volt, amikor csapadékos volt, ami azt jelenti, hogy akkor hiába vagyunk nyitva. Jó érzésű ember nem szeret fenyőt vásárolni szakadó esőben. Az a 4 nap, ahogy kiesett, ugye az a vevő tömeg betorlódott a hétvégére, de én azt gondolom, hogy elindult a szezon. Amikor mi megkapjuk az árut az első hétvégén, a nagy óriás fenyőinket kiválogatják, tehát igény van a 2,5-3-3,5 méteres fenyőkre,
utána jellemzően keresik a kisfákat, most hétvégén csak a közepes méretűeket, és most megint a kicsiket keresik. Tehát ilyen nagyon hullámzó, de ciklikus, tehát hogyha egy nap kicsiket keresnek, akkor csak kicsit keres mindenki aznap. És köm, ez szép, sok ága van. Szép. Hát ez nekem ezt tetszik. Csodás. A vevők alaposan szemügyre veszik a kínálatot, hogy megtalálják a nekik legideálisabb fenyőt. Ezek a hölgyek például egy klasszikus, hosszú levelű fenyőért érkeztek. Gyerekkorom kedvence, tehát csak a gyerekkoromat idézi, meg hát így a gyerekem is szereti ezt a fát. Úgyhogy igaz, kicsit szerettünk volna, de aztán naggyal megyünk haza idén is. Fenyőkiválasztás, díszítés az mindig közös program? Igen, abszolút családi program. Menüfőzés közben szépen feldíszítjük a fát. Szólnak a karácsonyi nóták, aztán eszünk, iszunk. Nincsenek könnyű helyzetben a helyi vállalkozók, több tényező is nehezíti a fenyőárusok dolgát. Tudomásom szerint több fenyős sem nyitott ki ebben az évben Kiskunhalason. Köszönhető ez annak, hogy a multi is megjelent itt városunkban, illetve a kereslet-kínálat egyensúly, én azt gondolom, hogy kezd megfordulni. Vannak, akik azt mondják, hogy ők már nem állítanak fenyőt és faágat visznek ez helyett, többen műfenyőt vásárolnak, de volt olyan vevőm, aki az első évben vett nálunk fenyőt, utána azt mondta, hogy hát ő inkább műfenyő, most pedig azt mondta, hogy szép az a műfenyő, de nem az igazi, inkább mégis akkor élő fenyőt visz. Van itt egy egyszerű mérőszalag, és hogy ezt is mennyire egyedivé lehet tenni azzal, hogy mondjuk ráhelyezünk egy ilyen egyedi szöveget, és itt az van rajta például, hogy mérhetetlenül szeretünk, papa. Ha már megvan a fenyő, jöhet a különféle ünnepi lakásdíszek és ajándékok beszerzése. A trendek nem változtak jelentősen a korábbi évekhez képest. Rengeteg megrendelésünk van. Azt vettem észre idén, hogy az emberek nem kész díszeket vásárolnak, hanem inkább megveszik az alapanyagot, és maguknak készítik ezeket el. Nagyon sok olyan megkeresésünk van, hogy egyedileg gravíroztatnak valami fát, ezzel is ugye különlegesebbé teszik azt a díszt, amit készítenek, meg nagyon sokan jönnek gyerekekkel, és ővelük kiválasztott, tehát összeszedik tulajdonképpen azokat a dolgokat, amikből meg szeretnék csinálni, és akkor otthon szépen egy délután vagy délutánonként ezt összerakják. Én most idén nem vettem annyira észre, hogy valamelyik szín jobban ment volna, nagyon vegyes volt, inkább a klasszikus hagyományos színek szerintem azok, amik így jobban mentek, piros, zöld, arany, ezüst, ezek igazából mindig a tradicionális színek. Az üzletek többsége még hétvégén is nyitva lesz, úgyhogy nagy rohamra lehet számítani a következő napokban is. Képzeljék el, hogy a Fenyvesi Máté, aki rúgta a VVK kupa győztes gólt. Fejelte, azt nem tudtam. Elvileg nagyapámmal jóba volt. A Ferencváros története volt a témája a Fülöp Márton emlékére kírt labdarúgás vetélkedőnek. A Szilárdi Áron Református Gimnázium idén is nevezett csapatot. Keresztúri Attila volt a diákok egyik mentora. Visszamegyek én ebben egészen szeptember 1-ig, az első tanítási napig, amikor gyakorlatilag az összes 9-12. Évfolyamos diákunknak bekínáltam azt a lehetőséget, hogy részt vehetnek egy olyan labdarúgás történeti versenyen, ahol egy dolgot ígérünk, aki itt elindul, azt a döntőbe visszük, meg döntőbe segítjük. Ez gyakorlatilag teljesült is. Egy csapatunk lett idén, az elmúlt évi 2-2-höz képest, de hát ők meghozták a maximumot. Mindenki, aki bármilyen tanórán kívüli felkészítésben, versenyben, időtöltésben részt vesz, az azért van ott, mert érdekli ez a téma. Innentől kezdve nem kell motiválni, csinálják a dolgokat. Kis Attila Dezső már nem először vállalkozott a megméretése. Társával Magyar Dáviddal bejutottak az országos döntőbe, ahol kiválóan szerepeltek. Én úgy kerültem bele, hogy én már tavaly is indultam, meg még azelőtt is indultam ezen a versenyen, és hát igazából nekem minden sport a szívem csücske, minden magyar érdekeltségű sport, és hát a Fradi is ugye magyar csapat, és ők is a szívem csücske mondhatni. Rákosi Gyula, aki ott volt, Lipcsei Péter, Nyilasi Tibor és Hajnal Tamás is ott volt. A döntőt pedig úgy kell elképzelni, hogy egy ilyen félkörbe ültek le a legjobb 10 csapat, aki ugye bejutott a döntőbe, és volt 2 forduló, és a döntő előtt egy olyan hónappal 12 témát adtak meg nekünk, és abból a témakörökből kellett felkészülnünk, és ezt a 12 témakört ugye 2 6-os fordulóra bontották szét. Ugye a kérdésekben voltak különböző pontértékű válaszok, 10 és 30 pont közötti értéket kaphattunk meg, hogyha jól válaszoltunk, és
pont a nagyobb értékű pontokra, nagyobb értékű kérdésekre válaszoltunk jól. Magyar Dávid szereti a sportot, szereti a focit, így nem volt kérdés a szereplése. Igazából az motivált, hogy nagyon szeretem a sportot, és érdeklődöm a történelem iránt, úgyhogy nekem ez kézenfekvő volt. Nagyon szeretem a labdarúgást, igen, már kisgyerekkorom óta. A felkészülésünk egy online fájlból folyt, amiben igazából leírták nagyon részletesen a Ferencváros történetét. Nagyon érdekes tényeket magába foglalt ez a dokumentum, és hát igen, nagyon sok érdekes tényt megtudtunk a Ferencvárosról. Tóth Ferenc segítette a diákok felkészülését. A szilárdisok kétszer annyi pontot gyűjtöttek, mint a második helyezett, így magabiztosan nyerték a döntőt. Az intézmény igazgatóhelyettese szeretné, ha minél többen ismernék a sporttörténetet. Itt értelmes fiatal emberekről van szó, én bízom benne, hogy később is megmarad ez az érdeklődés a futball, meg egyáltalán a magyar sporttörténelem iránt. Annyit megjegyeznék, hogy amióta ugye a testnevelés bekerült a választható érettségi tárgyak közé, annak van egy elméleti része is, és hát ott bizony néha nagyon, nagyon durva hiányosságokat lehet tapasztalni szóbeli vizsgákon. Hát én örülnék, ha olyan lenne, hogy az aranycsapatot mindenki tudná, hogy, vagy tud, ki volt Albert Flóriánk, mi az aranylabda, és így tovább.